Magyar Ifjúságkutatás címmel hoztak nyilvánosságra nemrég egy 2016-ban rögzített felmérést, amelyben személyesen kérdeztek meg 8015 és 29 év közötti fiatal számos kérdésben. Az elkészült kutatás a magyar ifjúság idegen nyelvtudására is rákérdezett, s kiderült, a magyar fiatalok majd három gondolja úgy, hogy beszél valamilyen idegen nyelven. Az elmúlt 17 év aratait összehasonlítva 2000-ben még csak 42% mondta azt, hogy beszél valamilyen idegen nyelvet, 2008-ban és 2012-ben pedig 60% állította ezt magáról, Mára pedig 73%-a mondja ugyanezt. A szakmunkás képzőkben végzettek csupán 40%-a beszél idegen nyelvet, míg a diplomásoknak 99%-a. Idegen nyelvek közül még mindig az angol a legnépszerűbb, a fiatalok 61%-a beszél angolul, még a németül a 31%-uk. Az idegen nyelvtudás ilyen mértékű növekedése nem tükröződik a nyelvvizsgákkal rendelkezők arányában, amely változatlan 2012-es adatokhoz képest. A fiatalok 31%-ának van valamilyen szintű nyelvvizsgája egy idegen nyelvből. Hamarosan azonban a hazai felsőoktatási felvételi szempontjából is érdemes lesz most már nyelvvizsgát szerezni. A legalább középfokú nyelvvizsga megléte ugyanis feltétele lesz a felsőoktatási felvételének 2020-tól. Ehhez a kormány egy anyagi segítséget nyújt egy áprilisi döntés alapján, hogy az anyagjogban finanszírozza a nyelvvizsgához való hozzájutást. Vagyis a 35 éven aluliaknak az első nyelvvizsga díját kifizeti az állam. Az elkészült kutatás alapján mi is megkérdeztünk néhány fiatalt a nyelvvizsgával kapcsolatban. Egy gimnazistrányt arról kérdeztünk például, hogy hogyan érinti az előbb említett változás a felsőoktatási felvételivel kapcsolatban. Az első reakciója a következő volt. Akkor tényleg sokat kell még tanulnom, mondta, majd nevette el magát. Már szinte mindenhol kérnek nyelvvizsgát, akármerre jársz az országban, és biztos, biztosan jobban látták a döntést hozók, ha kötelezővé teszik, ezzel motiválva minket, hogy tényleg tanuljunk nyelvet, teszi hozzá. Két 19 éves lányjal is beszélgettünk, akik már megszerezték a nyelvvizsgát, és ráadásul egyikük úgy kapott a kezébe államilag elismert középfokú nyelvvizsgát, hogy a rendes érettségi időszakban emelt szintű angol nyelvi érettségére jelentkezett, így mivel a vizsga eredménye elérte a 60%-ot, ingyenesen jutott hozzá a nyelvvizsga bizonyítványához. Ő azt mondja, hogy nem sokat kellett rá külön készülnie, egy kis internet, ahonnan, ahogy a nő mondja, ráragadt a nyelv, plusz a nulladik előkészítő évfolyam volt még a legnagyobb segítség. Állítása szerint az elmúlt két évben kicsit sem kapott a nyelv sőt, azóta sokkal több új szóval ismerkedett meg. A másik 19 éves lány, akivel beszélgettünk a témáról, az origó típusú német nyelvű és középfokú nyelvvizsgát tette le már 7-es korában. Ő azt mondja, hogy a szülei előrelátása miatt fejezte be ilyen korán, mert ők már előre tudták, hogy idősebb korában szüksége lesz majd a nyelvtudására és magára a papírra is. Szerinte neki szerencséje volt a nyelvtanulással, ugyanis 7. osztály végéig tulajdonképpen olyan ütemben, hatékonysággal és óraszám tanulta a németet, mintha az anyanyelve lett volna. Ennek köszönhetően nem is kellett túl sokat készülni a tényleges előtt. Ő is azt mondja, hogy nem felejtett sokat, hiszen gyakorta használja a németet a mai napig. Két 20 éves fiúval is beszélgettünk, mindketten angol nyelvből tettek le egy-egy középfokú TELSZ típusú nyelvvizsgát. Mindketten azt mondják, hogy a legnehezebb vizsgafeladat típus a hallás utáni megértés volt, mert sokszor olyan, idézem, brutális akcentusú egyént tesznek be a vizsgafeladatokhoz, hogy annak egy brit emberhez semmi köze nincs. A 23 éves Máté pedig azt is elmondta, hogy az sem egy szerencsés dolog, ha akadozik a felvétel, vagy esetleg távol ülsz a lejátszótól. A 27 éves Martin pedig végül a médiában helyezkedett el filmes és videósként. Nem is csoda, hogy arra a kérdésre, hogy hogyan készült fel a körülbelül 2008-ban elvégzett nyelvvizsgájára, a válasz az volt, hogy a 80-as évekbeli rajzfilmekből, illetve képregényekből. A kutatás alapján egyértelmű, hogy a fiatalság nem a nyelvvizsga megszerzésére köti a nyelvtudását, hiszen a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok száma sokkal kevesebb, bőven fele annyi ahhoz képest, ahányan azt állítják magukról, hogy beszélnek idegen nyelvet. A riportunkban megkeresett levizsgázott nyelvtanulók beszámolói alapján pedig kijelenthetjük, hogy a nyelvet elsajátítani kívánók számára nagyon meghatározóak voltak az olyan általános és középiskolai képzések, amelyekben nem csak heti három vagy négy, hanem sokkal magasabb óra számban tanulhatják az idegen nyelveket. Ilyen a képzést nyújtanak a gimnáziumok nyelvi előkészítő osztályai például. Egyértelmű az is, hogy a magyar kormány intézkedései is afelé próbálják sodorni a fiatalságot, hogy itt Közép-Európa szívében egy olyan országban, ahol a hivatalos nyelv nem világnyelv, minél többen tanuljanak idegen nyelveket, amelyekkel a későbbiekben hosszú távon boldogulni tudnak leginkább hazánkban, de akár külföldön is.